Első alkalommal, de mindenképpen hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódóan jótékonysági opera estjét a Göllner Mária Waldorf pedagógiai alapítvány, a Csigadombi Waldorf óvoda és a Pentelei Waldorf iskola. A jótékonysági rendezvényen befolyt összeget az alapítvány a két intézmény között osztja majd szét. Iskolánkban minden évben a pünkösdi ünnepkörhöz egy olyan programot, olyan ünnepet választunk a közösségünknek, ami a közösség erejéről szólhat mindannyiunknak. Ebben az évben szülői segítség és a fenntartó alapítvány segítségével egy jótékonysági gálaestet tudunk tartani az Operaház művészeinek részvételével, Hertelendi Rita, Farkas Gábor operaénekesek előadásában és Szirtes Katalin zongora kíséretével egy vígoperát fogunk látni, hallani, a Pergolesi Urat nem szolgáló című darabját. Az intézményben jártunkkor éppen úgynevezett Botmer foglalkozáson vettek részt a harmadik osztályos gyermekek. Az említett tanóra célja, hogy azáltal a 32 kidolgozott gyakorlat alapján, amelyre a mozgásforma épül, a gyermekek és fiatalok mozgásfejlődését követik, segítik, illetve erősítik. Ezáltal a tanulók elsajátítják a mozgás tudatosságát és a térérzékelés, illetve a mozgás sokat finomodik. Az est bevételével a Göllner Mária Pedagógiai Alapítványt támogatják az érdeklődők.